Ahogy arról múlt heti híradónkban beszámoltunk, az idei Győr Openre 50 nevezés érkezett a szervezőkhöz, a regisztrált versenyzőket pedig értékszámaik alapján két csoportba osztották. Az A csoportban az elit versenyzők, a B-ben pedig a feltörekvő fiatalok szerepeltek. A labdarúgáshoz hasonlítjuk, ez ilyen másodosztály középmezőnyéhez hasonlítható a mezőny erőssége, a 200.000 forint díj alap van, tehát ez kerül kiosztásra elért helyezések alapján. 12 kategóriában hirdettek győztest a szervezők, főleg értékszám és kor alapján. A torna első napján bizony születtek meglepetések. Az A csoport végső győztese, Verteti Csatilla például, a második és harmadik kör után az ötödik, illetve negyedik helyen tanyázott, innen küzdötte fel magát. A B csoportot megnyerő Nielsen Dániel is csak a negyedik kör után tudott érreállni, onnan viszont már nem engedte ki a vezetést a kezéből. A Széchenyi Egyetem színeiben induló Nielsen győzelme főleg erkölcsi, a győri elektromos mestere viszont az A csoport megnyerésével az érmen és az oklevélen kívül az első helyért járó 80.000 forintot is hazavihette.